Jó estét mindenkinek, szevasztok, én Gábor vagyok, és a TechBarátot nézitek, üdvözlök mindenkit, Knobbert, Recsipetit, illetve Arnit YouTube-on, és Knobbernek gratulálok, hogy megint összegyűjtött 1000 csatorna pontot, amit el tudott költeni egyből egy értékes fingásra, hello, hello, Borzaka, szia, first time chat, szia Borzaka, üdvözöllek, te új vagy itt, ha minden igaz. Üdvözöllek téged is itt. Igen, ugye Recsi Peti kérdezte, hogy a végén lehet-e Cségó 2. Igazából pont azzal akartam kezdeni a streamet, hogy hát kb. Ilyen 8-ig érek rá, azért is kezdtem most ilyen korán, és megpróbálom nagyon gyorsan elkezdeni, illetve hát befejezni magát a Settlersnek ezt a pályáját, ugye ami a 18. level lesz. Evek 2 enemy, és több mutatóban is amúgy én jobbnak mutatkozom, illetve jobban indulok. Meglátjuk majd, hogy sikerül-e 2 óra alatt, ha nem, akkor majd egy másik alkalommal befejezzük, mert hát igen, BL meccs is van, és nem is az, még be kell mennem, mi ez, anyámiknál fogom nézni, mert Arsenal Sevilla lesz. Én Arsenal drukkolok, én nyilván valahogy nem a Sevillának fogok szurkolni, hanem az ágyúsoknak, és még előtte be kell ugranom a madaras Tesco-ba, hogy pár dolgot kell még vennem, úgyhogy, és időbe akarok kiérni. Hát jó, lehet, hogy 8:45, jó? Tehát, de 8:45-kor tényleg csapot-papot itt hagyok, kapcsolom ki a streamet, aztán hello. Úgyhogy igazából ez a terv, hát végülis a múltkori pálya sem sikerült rosszul, és azért nyújtottam el kicsit tovább, mert ugye a bosszúból mindenkit ki akartam nyírni, tehát le akartam nullázni az enemiket, tehát igazából is valami 3 óra alatt talán, vagy 3,5 óra volt, de akkor ugye 3 enemi volt, itt most 2 van, igaz, hogy kicsit erősebbek, tehát jobbak a mutatóik, mint a múltkoriaknak, úgyhogy meglátjuk majd, hogy hogyan fog zajlani a dolog. Időközben amúgy, hát igen, a gépépítésre semmit nem hallottam, mert hát ugye ahhoz ki kéne vennem minden ebből a videokártyát, meg a merevlemezeket, SSD-t, és utána újra kéne húznom, előtte meg mindent bekapolni, egyszerűen nem volt még rá időm, ugye munka mellett, és hát most például a stream előtt még megcsináltam fölvettem már a szövegét ennek a BMX B6 Plus nevű kis mini PC-nek a tesztjéről, úgyhogy hamarosan én reményeim szerint a héten az a tesztem úgy el is készül, illetve a teszt már elkészült, tehát leteszteltem a gépet, de ki fog kerülni a TechBarát YouTube csatornájára, a sima TechBarátra, úgyhogy visszatérés, és utána azért reményeim szerint hetente legalább 1 vagy 2 tesztet szeretnék beiktatni. Most, hogy már azért úgy kezdek egy kicsit rendbe jönni, egyrészt így egészségügyileg is, meg úgy a időbeosztás tekintetében is úgy kezdek egy picit jobban állni, meg hát ugye jönnek azok az idők, amikor baromi sok szabadságom lesz, mert december közepétől kb. Évvégéig végig Szabin leszek. Úgyhogy ezt vehetjük úgy, mint egy ilyen hatalmas nagy bejelentést, hurrá, hurrá, hogy végre, hát most már lassan 2 hónapja volt az utolsó videó a TechBaráton, de na, tudjátok, tehát arra persze van idő, hogy streameljek itt nektek, de hát azon kívül még arra se, hogy elmenjek jóformán életmódot váltani, mármint, hogy ez volt ugye előtte. Most nyilván ezt is be kellett iktatni. Tegnap például voltam ismerősömnél első alkalommal egy ilyen, hát ez még csak ilyen szintfelmérés volt, mondta, hogy még nem kell konditerembe elmenni 1-2 hétig, még egyelőre megerősítjük így a különböző testrészeket, ilyen saját súlyos gyakorlatokkal, stb. És amúgy nagyon jó volt, tök jól éreztem magam, és tökre felfrissültem, feldobódtam, igazából a tüdőmet kiköptem, de igazából ma is úgy egész nap jól éreztem magam, olyan jobb volt a közérzetem, nyilván a vitaminokat szedem, a kajára ugye összetett nekem egy diétát, hogy reggeli, ebéd, vacsora, miket ehetek, milyen összetevők, stb. Stb. Úgyhogy nagyon segítőkész, és tök örülök neki, hogy így, hát végül is a sors úgy hozta, hogy hát igazából más miatt találkoztunk még jó régen, aztán végül is kiderült, ugye, hogy ő nagy edzős, hát kiderült, hát látszik rajta, hogy rengeteget edz, és akkor végül is így meg tudtunk állapodni, van pontos. Szevasz Csaba, itt van, megjött a mester, mester 66, biztos, hogy mester 66. 69, nem értem ezeket a számokat, de mindegy. Köszönöm, Arni! Knobbennak már alanyi jogon jár abban. Úgyhogy, már hogy a YouTube-on, ja igen, azt látjátok még egyelőre, hogy ki mit. Úgyhogy tök jó, a gépépítéssel is fogok, azt a héten mindenképpen valamikor megcsinálom, de hát azt úgy kéne eleve, hogy ne essen egybe a streammel. Holnapi nap nem tudom, hogy lesz amúgy a zombi extrémje, ez a mérkőzése, írni fogok neki, hogy esetleg nem tudná ki mondjuk 9-re átrakni. Sőt, lehet, hogy még most írok neki egyet.
Egy pillanat. Mert ugye holnap 3-4-7-től lesz a Fradi meccs, és hát most így az a terv, hogyha át tudnánk is oda 9-re tenni, hogy akkor ugye az befejeződik mennyi? 3-4-7, 3-4-8, 8:30-re befejeződik. Tehát igazából, hát hogyha 8:30-kor, 3-4-9-kor kezdik a meccset, már nekem az is jó. Úgyhogy megkérdezem, és akkor nem maradok le én sem a Fradi meccsről, ti pedig nem maradtok le a Manage Yourself-nak a soron következő C2 ese a Intermediate mérkőzéséről. Azt mondja, hogy egy fél pillanatra sírok Zsombornak. Uram, lehetne egy nagy kérésem? Nem lenne kedvetek holnap esetleg egy kicsit később kezdeni? Jó, írtam neki, meglátjuk, hogy mit fog válaszolni. Ja, úgyhogy hát a Fradi meccs azért szent, tehát azt nem akarnám ugye így kihagyni, de ugyanakkor Zsomborék meccsét sem, tehát ha lehet, akkor próbálnám így megoldani. Nyilván a Fradigenket nem tudják előrébb hozni, vagy későbbre tenni mondjuk az SEA meccs utánra. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy Zsombiék talán rugalmasak, na majd kiderül. Úgyhogy pénteken ugye meg Tonténer, szóval nem tudom, szombaton vagy vasárnap pedig Esport 1-es jelenésem lesz, ha minden igaz, legalábbis remélem, még a beosztás azt hiszem nem készült el, de Esport 1-en fogok kasztani, ugye TMP mérkőzést, tehát lesz a héten is bőven fogtok belőlem még kapni, hogyha ha valakit esetleg érdekel, akár C2, vagy majd még a Tomb Raider, vagy például a Settlers, amit hamarosan elkezdek. A héten rengeteg kütyüt kaptam, amit AliExpressen vannak ilyen pár száz forintos ajánlatok, hogyha minimum 3 terméket rendez, de max 10-et, ilyen pár száz, meg 1-2000 forintért lehet mindenféle szarságot rendelni, és én berendeltem egy csomót. Úgy volt, hogy november 16-án jönnek meg, azt ahhoz képest tegnap, illetve ma jött meg az összes, de ilyen de tényleg rengeteg. És a legtöbb amúgy ilyen tök jó kis gadget, a nagy része amúgy nem műszaki cikk, tehát nem fogom őket bemutatni, de kettő viszont, ami ma érkezett amúgy igen, az egyik az egy ilyen mini wifi kamera, ilyen bárhova mágnesezhető kis wifi kamera. Kipróbálni még azt nem próbáltam ki, de nem tudom, meglátjuk, hogy milyen lesz. Ilyen, hát nem tenyérméretű, de mondjuk a tenyérnek így a középső részével tehető, tehát azért nem egy ekkora, mint az egész tenyerem, hanem inkább egy kicsivel kisebb, de nem is egy nagyon miniatűr. Úgyhogy elvileg egy, nem tudom, HD-s vagy full HD-s kameráról van szó. A másik, amit viszont ki is próbáltam, és ez egy nagyon jó kis cucc, és ráadásul valami 1-2000 forint volt, tehát hogy abszolút nem drága, az egy, hát lehet Type-C-vel, illetve azt hiszem Lightning csatlakozóval, egy ilyen kis T-alakú receiver, amit a telefonotokba kell bedugjátok, és egy, hát kb. Ugyanekkora, mint a, mit tudom, a kis ujjam kb., de az már a mikrofonnal együtt, egy ilyen lavalier mikrofon, amit ide bárhova tudtok csiptetni, egy vezeték nélküli mikrofon, csak be kell dugjátok a telefonotokba, elindítani a kamera szoftvert, vagy amit éppen akartok, a hangfelvevőt, és wireless tudtok beszélni. És gyorsan csináltam egy tesztet, hogy milyen, hogyha mondjuk azt használom, és mondjuk messzebb menjek a telefontól, itt így a lakásban, milyen a hangminőség persze, illetve milyen az, amikor mondjuk a telefonnak a mikrofonját használom, és mondjuk ugyanolyan távolságban megyek tőle, és hát amúgy nem számítógépen hallgattam vissza, de igazából egy első hallása tök jó, egészen jó minősége volt a felvételnek, a mikrofonnál természetesen, tehát nem, zajt nem hallottam legalábbis. Nyilván nem volt ilyen csengő-búgó, mint azért ebben a mikrofonban, de azért ne ezt hasonlítsuk össze azzal a mikrofonnal. Úgyhogy számítógépen is vissza fogom majd hallgatni, de amikor kipróbáltam anélkül a felvételt, hát anélkül tényleg borzalmas, tehát tényleg az nagyon közel kell lenni a telefonhoz, hogy normális hangot vegyen föl. Ha egy két lépésre hátrébb álltam, akkor már ugye vízhang, a szobának a vízhangja, stb. Nem volt jó. Úgyhogy igazából az egy nagyon pozitív csalódás volt, úgyhogy arról mindenképpen készítek tesztet, felvételt csináltam, és amúgy upgrade történt így a stúdióban is, ugyanis rendeltem egy ilyen fehér kinyitható asztalt, amit majd mindig össze tudok állítani ide az asztalon mellé, tehát nem kell a monitorokat elhajtogatni, meg mindenféle szarságot innen elpakolni az asztalról, hanem csak azt így kinyitom, kettő mozdulat kb. Tényleg,
az asztal szélén, mármint a nagy asztalomnak a szélén ott van egy, ja megjött egy tök jó ring lightom is, egy ilyen gyűrűs fényforrás, ugye ez a kör alakú, abba bele tudom tenni a Sony kamerát, igazából a mostani felvételt már azzal csináltam ennek a két kütyűnek a kicsomagoló videóját, és csak annyit kinyitom az asztalt, odahajtom a ring lightot, és kész is van a setup, és már tudom csinálni, tudom a különböző vágóképeket, stb., úgyhogy sokkal gyorsabban, hatékonyabban tudok majd dolgozni, és időt tudok ezzel spórolni, és nem kell majd itt a kis szűk helyeken itt egyensúlyoznom, hogy mit ne lökjek le, mihez ne érjek hozzá, nem mozdítsak el, stb., úgyhogy tök jó. Úgyhogy így emiatt azért itt több kedvem is van most már újra videókat csinálni, nem mintha eddig nem lett volna, inkább ugye idő nem nagyon volt, de tény az is, hogy amikor így az volt, hogy na, akkor most lenne idő, akkor ez a meg most mindent elpakolni, fölrakni, itt baszakodni, görnyedni az izé fölött, nem. Úgyhogy ezzel az asztallal, meg ezzel a setup-pal így nagyon sok mindent ki tudok váltani, és nagyon sok fejtöréstől tudom magam mentesíteni, úgyhogy abszolút pozitívan állok, illetve nézek ennek is elébe. Na, gyorsan bocsánat, nézem a chatet, megint megcsúszott, hát megérdemelte, na. Megkérdezem a mesterséges intelligenciát az állapotomról, de vigyázz, hazudni is tud. Én kérdezzem meg az állapotról. Ez szerintem tolja. Hát nem egy szervezőknek kéne, ugye ez zombiektől kéne. Én a Zsombornak válaszolok, mert írt. Hát úgy néz ki, hogy nem tudják áttolni, mert Zsolti hajnal 4-kor kell, akkor megy melózni, és neki valószínűleg egy 9-es kezdés már késő lenne. Úgyhogy, amit mondjuk abszolút megértek. Úgyhogy hát, ha minden igaz, akkor jelenállás szerint holnap akkor demóból lesz majd a stream lenyomva, illetve a játék. Tulajdonképpen azért sok ember, mert aki akarja, nyilván meg tudja találni, és nyomon tudja követni. Az eredményt igazából nem sokkal utána fogom majd leadni, tehát amint kb. Vége lesz a mérkőzésüknek, utána már demóból ki tudom majd, illetve le tudom majd adni élőben, úgyhogy aki arra kíváncsi, az nyilván akkor ne nézze meg. A Faceit oldalon, hogy mi lett az eredmény, vagy az eredményt meg is nézheti, de ha kíváncsi arra, hogy pontosan hogyan alakult ki, milyen movementek voltak, illetve momentumok, akkor majd később, kb. Olyan 9 óra után tudja majd megnézni az én prezentálásommal, úgyhogy bocs még egyszer mindenkitől, na, tehát próbálok tényleg mindenkinek megfelelni a saját érdekeimet, és szem előtt tartani, meg persze másokét is, úgyhogy talán ez egy kompromisszumos megoldás. Jó lett volna, hogyha tudnak egy kicsit csúsztatni, de hát megértem, hogyha nem. Szevasz Liton, üdvözöllek, igen. Úgyhogy holnap igazából akkor így felvételről lesz a minden igaz, olyan 9 óra magasságában a zombiék meccse. Tehát amint vége lesz a Fradimesnek, akkor rohanok haza, és addigra a demo föl fog kerülni. És igazából arról le tudom majd nektek kasztolni ugyanúgy. Egy dologra figyeljek. Na, mire figyeljek? Még egy dolog. Közben amúgy jutottam nektek, hogy mit tudtam még meghegeszteni. Ez egy Windows hiba volt, kérlek szépen, a fullscreen-es probléma. Látjátok, most már nincs ott a start menünek a helye. Ezt észrevettem, hogy nem csak a Settlersnek az ablakánál csinálta ezt, hanem elrejtem a start menüt, és bármilyen ablakot megnyitok, ugyanúgy kihagyja azt a sávot. Rákerestem, és én Windows 10, 11 fórumon találtam, és igazából a mai napig nincs amúgy megoldás, de hát miért is csipkedni magát a Microsoft?
És annyi volt a megoldás, illetve az ilyen workaround, hogy a Windows Explorer-t újra kell indítani, ami kb. Egy ilyen jobb klik újraindítás, tehát csak villan egyet a dolog. Régebbi Windows-okon ugye ez úgy volt, hogy így eltűnt minden, mire szépen egyesével visszanyíltak, tehát ilyen nagyon macera volt. Itt most teljesen csak villant egyet minden ablak, sőt, nyitva is maradtak igazából az ablakok, és tényleg kirakta fullscreenbe akár a, nem tudom, a böngészőt is, nem tudom, miket nyitottam még meg, és hát ahogy látjátok, ugye a Settlers-t is, úgyhogy hurrá, hurrá, végre megint fullscreenben tudjuk, valóban fullscreenben tudjuk nyomni. Ha volt is a multi chatet használsz a képem, és figyelmezted, aztán bannolhat is. Multi chatet, multi chatet, nem figyelmeztetett, amúgy nem figyelmeztetett, tehát szerintem lófasz méreteken. Meg elvileg volt most, aki multikasztolt is, azokat sem, meg hát multikasztolok már mióta, tehát kb. Amióta a csatorna megy, az a multikasztolok, úgyhogy még figyelmeztetést se kaptam. Nyilván, ha kapnék, akkor persze odafigyelnék rá, de nem jött még multikaszt mehet? Na, és multi chat meg nem. Ja, mert hogy az ilyen irányelvek ellentétes, vagy chatet nem rakhatom ki a képre. Na, ha YouTube-osok, akkor ne írjatok, amíg a chat, mondjuk annak még semmi értelme nincs akkor, de mindegy. Vagy azt csinálom meg, hogy kirakom, illetve úgy konfigurálom ezt a Restream chatet, mert annak a chatjét használom, hogy aztán az ikonokat el lehet tüntetni, és akkor kb. Úgy látszik, mint hogyha mindenki egybe írna, aztán most nyilván nem fogja visszanézni. Hát ekkora hülyeséget mondjuk, tehát a multicast az engedélyezett, a multichat meg nem. Na mindegy. Én meg elfelejtettem megírni a megoldást, bocsi. Már mi a megoldás, hogy mi? Ja? Ja, mert hogy neked volt meg... Ja igen, tehát nem, tényleg nem tudtam. Mondjuk utána keresettem volna, de igazából nagyon sokáig lusta is voltam, mert úgy voltam vele, hogy... Azt hiszem, hogy valami Radeon beállítás lesz, de aztán észrevettem, hogy más ablakoknál is ugyanezt csinálja a gép, úgyhogy akkor már elkezdtem gyanakodni, hogy ez nem, valószínű, hogy nem az AMD-nek valamilyen beállítása, illetve a videókártya vezérlőjének, hanem ez valami Windows bug lesz. Bannolni kéne azért. Nem, bannoljuk. No. Ja, sőt, nézzétek meg még, ami a sok kütyű között jött. Várjatok, ezt muszáj lesz egy ilyet. Figyeljetek. Tök így. Szerintem így le fogom nyomni az egész streamet, mit szóltok hozzá? Valamennyit látok amúgy a monitorból, tehát ez egy napszemüveg tulajdonképpen, de hát az a baj, hogy a fehér részeken ilyen foltokat látok, ugye, mert a fehér, ez így nem lesz jó. Kár volt fölraknom, de mondjuk így jó, nem? Így mehet? Eléggé nagy nem tudom, a szemöldökön valahogy föntartja. Beakadta. Hát nem a szemöldökönben nyilván, az se kicsi, meg nem csekély, de hanem a csont valahogy. Ez így egész jól megtartja amúgy. Maradjon így. És amikor ízlél, amikor valami nagy OP mozdulatot fogok csinálni, vagy valakit kinyírok, legyőzök egy enemit, akkor ilyen... Na még egyszer? Így. Na. Még mit vettem? Jaj, most nem kezdem el sorolni, majd csinálok valami videót, amit, de hogy mutatom, már egy nagy részét már anyáméknak kivittem tegnap, mert ugye egy része tegnap jött meg, csomó mindent nekivettem, de ilyen, tényleg ilyen kütyük, ilyen 3D nyomtatott ilyen hold, ilyen rücskös gömb alakú izé, és van benne egy LED, háromféleképpen tud világítani, sima fehér, melegebb szín, meg ilyen narancssárgásabb, és tényleg olyan, mintha a hold világítana, mert ugye a rücskök, a göröngyök miatt ugye olyan, mintha a hold felszínt látnád, van egy ilyen tök jó ilyen fa tartója, és ráadásul az tölthető, tehát nem is kell, hogy folyamatosan áramforráshoz legyen csatlakoztatva, és csak így meg kell így ütögetni, és akkor változik a színe, meg hát ugye ki lehet kapcsolni. Tehát a három világítás, meg a kikapcs. Van például ilyen, de van ez a, hát aminek nincs sok értelme, ez a szemüveg volt például. Ja, a kamera az itt van pont, ezt meg tudom mutatni. Ekkora a kamera. Tehát ilyen, hát hogyha mondjuk a tenyeremhez kéne mérni, akkor kell egy ekkor. Szóval nem az a nagyon kicsi, tehát nem ilyen rejtett kamera, vagy ilyesmi, és itt van hozzá egy ilyen gömbfejes talp, amit így, például így, hogy lehet így ilyen valamekkora szögbe eltenni, és akkor ez így oda lehet mágnesezni például. És akkor a talp az meg ilyen öntapadós, tehát ezt mondjuk föl lehet ragasztani bárhova, és akkor onnan ezt így le lehet venni, oda lehet tappancsolni, úgyhogy hát figyú, most ilyen 1-2000 forintért, vagy pár száz volt talán, ez éppen se, mit tudom én, nem tudom, jobban járok ezzel, mint az Azió, vagy mi, na. Tehát, de van még rengeteg, tehát ilyen hordozható turmixgép USB-n kell tölteni, és viheted magaddal, és nem kell, és gyümölcs turmixot tudsz készíteni, tehát ilyen úti turmixgép,
De volt, erre mi volt? Ja, itt van, ezek annyira cukik. Hát megzabálom őket. Nem tudom, mennyire fog látszódni. Mennyire fog rázoomolni majd a... Várjátok, megpróbálom az ujjamat oda rakni. Ráfókuszál? A fókuszálj rá, létszi az ujjamra? Hát nem tudom, mennyire látszik, én kis fekete bigyók, amiknek két nagy gülő szeme van, és azt így a kocsi belsején, mondjuk a visszapillantóra így rá lehet kettőt, hármat ragasztani, és olyan, mint hogy ott így néznének téged ilyen, ezért, ilyen kis, nem szörnyek, ilyen nagy szemek. Kurva jó, nekem tökre bejön, az is volt pár száz forint. Úgyhogy hát alapvetően ilyenek, meg miket, Faternak ilyen térdmelegítőt, ilyen tépőzáras térd köré rakható izé, és van egy bekapcsoló gomb rajta, rá kell dugni ilyen mikro USB-s csatlakozót, és utána az melegíti a térdet. Például neki a térdével problémák vannak, úgyhogy neki rendeltem egy olyat. Bátyámnak például ő szeret varni, nem meleg, mert van családja, meg felesége, meg két gyereke, de ő neki most új hobbija, már nem tudom mióta az, hogy a varrás, tehát, hogy, és amúgy tök ügyes, mert vett is ilyen nagy ipari varrógépet, az ott van a melóhelyén, és már ilyen a feleségének ilyen, nem tudom, ő szereti az ilyen nagyon színes dolgokat, ilyen cipzáros táskát, ilyen kis táskát vart, a gyerekeinek megvart dolgokat, ilyen nagyon kreatív, meg ügyes. Kvázi ez egyfajta barkácsolás, mondjuk először én is azt mondtam, hogy hát, jó, végül is én elfogadom azt, hogyha valaki időközben időközben egy kapuzni kezd, de nem, tehát nem erről van szó. És ami tényleg tök kreatív, tényleg egyfajta barkácsolásként is felfogható szerintem a varrás. Erről beszélgettem egy csomót bátyámmal, és amúgy egy abszolút megértem. Csak ugye elsőre fura, mert azt gondoljuk, hogy az ilyen női szakma, de abszolút nem, mert ott is kell tervezni, rajzokat csinálni. Ő ezeket ugye imádja, tehát ő ilyen 3D nyomtatáshoz, tehát neki a munkája is végig is ehhez köthető, hogy mindenféle ilyen dolgokat tervez AutoCAD-ben, meg mit tudom én hol, és ilyen 3D-s cuccokat nyomtat ki. Hát igen, a falamról hiányzik egy ilyen techbarátos ilyen, azt még meg kéne valahogy világítanom majd, az a feladat rám vár, de az izét ő csinálta meg a 3D nyomtatós részét, talán azt nem mutattam, ezt még a tavaly karácsonyra kaptam, úgyhogy azóta nem volt azt még időmben az meg megcsinálni. Úgyhogy neki vettem igen egy ilyen hát néz ki, mint egy ilyen fogó, adtak rengeteg, mi ez, ilyen patentot, és akkor annyi, hogy az anyag közé, anyagot kell közé a fogó közé tenni, főső meg az alsó részébe a patentnak a megfelelő részét, és akkor csak így összenyomni, és akkor rárak az anyagra egy ilyen patentot, mármint a patentnak azt a részét, amit ugye bekapcsolsz, ugye az anyagnak a másik felére a másik felét a patentnak, és akkor össze lehet ugye kapcsolni például. Tehát, hogy ilyen tök jó patentoló gépet, ami amúgy nekem is tökéletes bejött, de hát én ezekhez nem értek. Tehát én egyszer próbálkoztam gyerekkoromban varrogatni, nekem szét is bomlott, tehát, hogy így nem tudtam elkötni, meg mit tudom, ez engem fölbaszna. Úgyhogy rengeteg minden, ilyen humidifier, tehát ilyen párologtató, ilyen kis pici, amit most kipróbáltam, mégis kiderült, hogy olajat nem lehetne beletenni, úgyhogy ez egy jobb rábasztam, mert anyáméknak akartam menni, mert az őké elromlott, úgyhogy majd most azt így beszerzek. De volt még ilyen kártyatartót anyámnak, ilyen tárcát, amiből így ki lehet így a kártyákat így gomnyomásra így emelni, mert olyan is volt neki, csak elromlott ez a rugós kiemelője. Mindez, szóval rengeteg dolgot, ilyen kütyüt, műszaki cikk, igazából kesztyűt vettem magamnak, ilyen tök jó polár téli kesztyűt, meg mik vannak még? Most így gondolkodom hirtelen. Ja, hát ugye a ring light megjött, ez a körfény, akkor hát ez mondjuk az nem annyira erős, tehát lehet, hogy kerestem kell valami erősebb fényűt, illetve rengeteg, itt a konyhai eszközök közül például egy-két ilyen konyhai cucca, ilyen olaj spriccelő, ilyen nagy üveg, mert ugye eléggé drágák azok a spriccelős kis készítmények, ugye, amiket meg lehet a boltban venni, de kb. Azért kerül majdnem kétszer annyiba a sima, nem tudom, olívaolajhoz képest, mert hogy benne van a kis spriccfej, meg a tököm tudja mi, így meg ezt mindig után lehet tölteni, és akkor lehet izé szórni, ugye a... Na, azzal nem tudsz semmit nem tudsz megvilágítani, tehát hogy nem jó, nem annyira rossz, kipróbáltam, de szóval nem világít úgy, mint ezek a LED fények itt, ezek a LED panelek. Na, mindegy, de kezdjünk most már bele, mert tényleg elment már 27 perc, és már 6 óra 18, folytassuk akkor a... Jobb! No! Gyorsan mentünk, szép. Mink van? Van 60, van 30 kő. Ó, nagyon jó. Terjeszkedünk. Elsőkre terjeszkedés. Ez a legfontosabb.
Igen. Merre vannak az enemik? Aha, ott az... Aha, jó, akkor arra gyorsabban. Az egyik enemi, hol a az meg itt a másik. Hűha. Fű, ezt a hegyet gyorsan ez el kéne itt foglalni. Mondjuk itt nagyon másra nem tudok terjeszkedni úgysem. Tehát kb. Ez a három irány van. És ez tök jó, mert itt... Hát persze a hegyet azt mindenképpen akarom foglalni, már csak azért is, mert ő is itt nagyon neki áll majd. Ugye neki kapásból van hegye. Hát igazából ide ki is küldhetek egyből egy izét. Találjuk meg itt a cuccokat. Nem? Jó, hát sok minden itt akkor nem történik. Igen, nézzük a térképet, hogy... Hol vagyunk mi? Ott vagyunk, és nekünk kéne ez. Aha. Hát, ez a nagy hegy igazából... A lila is rá tudja tenni a kezét, az a baj. Mert a piroson a nagy hegynek az alján, mi meg igazából ketten a tetején. Úgyhogy ezt el kéne vágni gyorsan a... Csak hát ugye nem fogom tudni, mert az hát valahogy ide át kéne ugratnom. Tehát ővé lesz valószínű, ez a fele. Hú, bazzeg, igen. És ez meg a piros, ugye? Igen. És bazd meg, én meg ide szólok egy ilyen területre, ami, ahol itt van egy ilyen sivatag, és nem tudok vele mit csinálni. Ja, ki van? Ott a geológus, kiment. Hát figyelj, horgászt igazából, hogy legyen már kajánk, nem? Mert igazából van 6 hal. Jó. Követ találtunk, hát ez kúra, jó? Kevés nyersanyag? Hú, bassza meg. Az jó. Bakker, ez nem indul jól. Na, mondjuk erdőt ide tudunk telepíteni. Hát az nem fogok elérni. Talán a hegynek ugye ezt a felé, hát úgy tudnám, igen, hogyha előbb tudnék esetleg ide érni, hogy ő ne tudjon terjeszkedni, és akkor én itt végig tudnám a hegynek ezt a felét foglalni. Annyira, ameddig ugye eljut a lila. Mondjuk a lila viszont emiatt a sivatag miatt, hát itt tud terjeszkedni. Na mindegy, meglátjuk. Necces. Tehát a hegynek szerintem ezt a felét el fogom tudni foglalni. Az északi részét. Meg ugye egészen eddig. Ó, hát eddig. Hú. Hát osztozkodni fogunk ezen a nagy hegyen, igen. Mi van? Nem áll. Jó. Jó. Thank you.
Nyugi. Most nem látom, az útra raktam le a zászlót, vagy az nem az úton van, ugye? Nem. Mindegy. Találtunk egy kis szenet, az nem sok. Egy kőfejtő az ide befér, hogy mit akartam? Ja, hogy ott kéne gyorsan terjeszkedni ezen a fronton. De terjeszkedjünk itt is. Szenet találtunk, ott is van szén. Ja, mondjuk ez pozitívum. Mondjuk ott van kő, hát ide egy kőbányát mondjuk lerakhatunk, hogy ja, nem éne. Nem kő, azt még nem építjük meg persze. És akkor azt gondolnám, hogy ez az út, ez itt már nem kell nekünk. Ez már kibányászott mindent, ami kell. És küldjünk ide is egy, mit szóltok? Hát kb. Ide. Egy geológust. Jaj, van vas! Ez az. Nem sok, de legalább van. Mindjárt megnézzük, hogy talál-e többet. Ha nem, akkor minden esetre vas feldolgozat, akkor elkezdünk építeni. Meg szén, mert van szenünk is. Egyikből se sok, de kellenek akkor izé, hát oda nem fogok úgyse tudni építeni. Hú, bassza meg, az a baj, hogy messze van. Feldolgozott, azt nem tudok nagyon a közelbe. Hát ezt ide kell majd építenem. Ez lesz a vas. És akkor ide... Ide egy kovácsot fogunk, de mi nem kötöm be, hogy még oda ne vigyenek nyersanyagot. Ja igen, mert erdőt kell majd. Ide akarok majd erdészt. Ott az arany! Rá kéne menni. Picsába. Milyenek a izé? A statok. Nem tudom őket letámadni. Hát igazából egy szinten vagyunk, tehát most még amúgy simán letudnám, nem? Ja, várja, gyorsan ezeket állítsuk már be. Mentsünk egyet.
Ott ezeket rekrutoljuk, így van. Mennek a katonáim. Az nagy lesz, mert akkor itt nem fognak. És remélem, hogy arany... Ez az. Yes. Sőt, talán el tudok annyi területet még ott foglalni. Jaj, nem, nem, nem. No. Ebből. Próbálj. Úgyis kell ide ez épület. Menjünk itt végig szépen. Most gyorsaság. A gyorsaság a kulcs, gyerekek. Meg kell. Meg kell tolni. Még most az egyszer húzzát húzzunk bele, gyerekek. Így van. Ó, bassza meg. Hát, jó egyenes út lett, mindegy. Nem számít. Így. Szerintem ide tudok majd farmot építeni, ami kiszolgálja ugye a bányáinkat. Ugye horgászom van. Jó, mennek a katonáink. Kérdés, hogy mit fogok elfoglalni. Most azért csináltam így, mert kérdezhetnétek, hogy miért ekkora ke... Ó, bazd meg. Miért ekkora kerülővel, mert... jó. Mert így tudok ide ilyen, hát vész esetén vagy alkalomattán olyan épületet építeni, ami ugye ilyen nagyobb. Na, mi jött már? Jó. Nagyon jó. Ott az erdőnk. Igazából ez lesz az... Itt lesz a favágó, ez kurva jó. Hát az erdészünk az legyen itt. És itt meg a sawmill. Ja igen, és akkor... Hát itt rá tudok menni akár a... Igen. Ez mondjuk ez nem hülyeség. Az még tényleg kevés ércem van. Hát ez kurva jó. Hát bányát ugye... Ha, ide tudok mondjuk. Csak az a baj, hogyha jó, oda beteszi a lábát. Házat tudok? Tudok. Na, jó.
is van szén. Hát, itt, hova küldjem? Hát küldöm ide. Csak az... Az a baj, hogy ha elkezd terjeszkedni, akkor ezt itt el fogja foglalni. De ezt a bányát itt nem tudom bevédeni semmivel. Kérdés, hogy ide most érdemes... Csaba, szerinted ide érdemes bányát építenem? Vagy előbb-utóbb ezt úgyis föl fogja gyújtani, mert... Ugye hát ezen az oldalon esélytelen, hogy mire én odaérek. Hát ha csak nem terjeszkedik lassan, de nem tudom, hogy milyen a tempója. Úgyhogy biztos mondjuk az lenne, hogyha... Tehát ezen az oldalon, de itt szerintem nem fog találni semmit, de hát... Mindegy, nézzük meg. Hát ha... De jó lenne ezt elfoglalni. Ott lenne aranyunk. Meg izé. Vasunk is. Mondjuk ide is kiküldhetünk már addig egy izét. Egy emberkét. Hát legyen a kettes. Ja igen, ezt vigyetek mindenhova. Ide nem kell. Hajót nem építünk. Hát ez így nagyjából jó, mert igazából mindig valahogy a, nem tudom, hogy mindegy, kicsit nyomjuk följebb. Így. Jó. Elfoglalta. Ott is van vas. Igen, és már terjeszkedik. Hát, meglátjuk, hogy ezzel tudok-e valamit kezdeni. Ide egyelőre én nem akarnék bányát rakni erre az oldalára, mert ezt hát, ide le tud egy épületet tenni, vagy oda, akkor ez az simán elég. Vagy ha majd eljut eddig. Úgyhogy ezt nem akarom megkockáztatni. Külön építkezni. Jó, hogy jól állunk. Oké, van szén. Xéna. Basszág. Az nem lesz jó. És hárman lesznek ott. Majd meg kell erősítenem akkor is ezért a védvonalamat.
Legyen majd aranyfeldolgozó is. Ott az arra... Mi ez? Ja, jó, oké, ez nagyon nagy. Ez fontos, körbe tudjuk őt fogni. Itt is fogunk terjeszkedni. Hát mindegy, bányásszuk ki ezért ezt a kis vasat. Meg ezt a kis szenet. Az meg, mire az eljutott? Édes Istenem.
Oké. Okay. Hát igyekszem. Ez így pont nem jó. Basszus. Akkor legyen az, hogy megcsináljuk. Itt lesz a pék. Aj, megint elbasztam, az még nem így akartam. Legyen így, itt mondjuk a pék, így van, és akkor ide tudom tenni a malmot. Kúfolj már, és akkor ide jön majd a Death Snow, és oda pedig a Butcher. És akkor tudja vinni mindenfelé majd. Elfoglalhatjuk, jó? Bányásszuk ki azt is. Yes! Ott az arany! Megvan az arany, gyerekek! Jó, de jó! Az ott a sok arany. Arra megyünk rá, a sok aranyra. Ez mi? Ez meg szén, ez kurva jó, ez pont jó lesz, és akkor ide fogunk, van közel valami. Ja, ott van már az aranyfeldolgozó. Szevasz, Sonka, szép idegörlő. Ez nem idegörlő, ez nekem... Nekem ez nyugtató, ez kisimítja ezért a ráncaimat, megszünteti minden problémámat. El fogjuk foglalni. Na, mi ez? Jó van. Tudod mit? Rakjunk oda vasbányát. Mindent ki kell most használni, minden lehetőséget, úgyhogy... Fosok, hogy ezt ott el fogja foglalni.
És hogyha azt ott megépíti, akkor ez itt el fogja égetni az izémet, a szénbányámat. Kurva életbe. De ezt is mindjárt ott van, mindjárt. Figyú! Jó rábasznak. Miért nem... Halló? Miért nem tudok oda őrtornyot építeni? Nem... Hát nem engedi. Oda engedi. Na, végre ide is. És milyen napod van? Nekem is szerda van. Töltés nem volt, másik fele a... szép! Hát figyelj, ilyen általában velem inkább ilyen hétfőnként, tehát a kritikusabb napokon. Szerda az olyan, nekem az mindig a hét közepe olyan, igazából olyan semmilyen, tehát nem tudom, a szerda az, ahhoz nekem soha nem kötődött semmi. Tehát inkább pozitív, mint mondjuk negatív, mert az már olyan, hogy már túl vagy a hétnek a felén, főleg, hogy a szerda este van. Kettő munkanap van hátra, nekem ugye péntek az ráadásul szabadság. Jaj, csodálkozol. Hát igen. Akkor lehet, hogy többet kéne mondjuk pihenni. vagy ja, valami ilyesmi. Igen, az a hogy maximum vannak a izét. Támadni nem igazán fogok tudni. Na most ez a kérdés, hogy ha ezt elfoglalja, akkor rábaszok-e vagy sem. Hopp, ez ide nem kell már. Igen, mindjárt építek, nyugi. Na, erre vagyok kíváncsi. Hát ez ott el fog égni szerintem. Sejtettem. Hát részvétem. Gratulálok, mert ez a 17 feliratkozó, remélem, hogy nem mind ismerősök vagy. Na jó, hát először ugye azzal kell kezdeni, általában az ember kiknek a körében promozza ugye a csatornáját, vagy bármilyen terméket, vagy akármit, amit ugye éppen csinál hobbiból, nyilván a család, ismerősök, barátok, stb. De gratulálok hozzá. Valahol el kell kezdeni. Ó, nem áll. Aha. Picsába. Hát az úgy akkor nem lesz most jó. Hát illetve, de jó lesz, bele kéne foglalni abba.
És ide kéne még... Hát, ezt lerombolná? Hát, elvileg lerombolja, nem? De mondjuk nem kap izét, kaját. Rakjuk oda még egy őrtornyot. Rakjunk. Ja, de nem tudok, mert ugye közel van a sajátom. Nem tudok őrtornyot rakni, haló. Csaba. Várom alatti őrtorony. Hát itt bazd meg, ezek tele vannak. Ez honnan? Ja, hogy innen? Nem tudok mit csinálni. Hát ha csak... Hát próbálkozzunk meg egy támadással. Nézzük már meg a izőt. Még amíg nagyjából kiegyenlítettek az erőviszonyok, nem? Próbálkozunk be egy támadással? Hát ha... Várjál, nyugi. Majd betöltöm, nyugi. Ne. Bízd ide. Jó, hát betöltöm, na. Anyád picsáját. Egyébként rakhatnék még ilyen fasza aranyfeldolgozót. Megint a fa lesz a szűk keresztmetszet a kurva életbe. Most tudok belassulni az építkezés, az a baj. Jó, legalább ezt itt elfoglalom. Már nem ezt itt, hanem ezt itt. Már melyik a két? A lilának? Ja, ezt. Aha. Igen. Hát csak addigra, hogy ő is erős lesz, az a baj. Szóval még az elején kéne meg kockáztatni, nem?
bazdmeg, oda be fog menni a katona. Na nézzük, hogy ezt elfoglalja vagy sem. Bazdmeg, épp hogy nem. Mák. Na jó. Hát itt már lilával közel vagyunk egymáshoz. Itt kéne még... azt a elfoglalom. Az nagyon jó. Az nagyon nagy lesz.